falvak elsorvasztásának minősítette a kihelyezett könyvtári tagozatok alkalmazottainak elbocsátását a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége. Véleményét sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra. A következő lépés a falvak számára még csak az, hogy bezárják az iskolákat, és ezáltal teljesen a falusi embereket másodrendű polgárokká degradálják mindenféle más magyarázat ellenére, hiszen ahol a kulturális intézményeket, a helyi közösséget, az iskolát bezárják, ott előbb-utóbb el fognak a falvak néptelenedni, kiürülnek. Szerbiában a racionalizáció és az észszerűsítés folyamatában sehol egyetlen egy községbe, városba nem került sor könyvtárak, kulturális intézmények ilyen fokú leépítésére. Sajnos, hogy Zombor ilyen negatív dolgokban élen jár, ilyen méretű központosítás, ilyen méretű ellehetetlenítés, ami az utóbbi 3-4 évben itt történik a falvak irányába, sehol egész Szerbiába, tehát merem állítani, hogy nem történt. Tarthatatlan bármelyik nemzeti közösség vagy a többségi nemzet szempontjából is az, hogy egyszerűen figyelembe nem veszünk semmiféle kulturális alapot, semmiféle olyan dolgot, ami nem csak a gazdasággal összefüggő. A VMDK úgy véli, bármilyen megoldással áll is elő az intézmény vezetősége, ez az alkalmazotti leépítés azt jelenti, hogy megszűntek a falusi könyvtárak, vagyis könyvraktárra alakultak, hiszen nem lehet többé naponta olvasnivalót kölcsönözni.